Jó estét kívánok mindenkinek! Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit ezen a szép napon, ami az adventi hangverseny sorozatunknak a befejező ünnepi estéje, amikor is a népi tanszakos növendékeink fognak föllépni, tehát a népi hangszeres, népi énekes szólisták és együttesek, és a néptáncos növendékeink csoportjai fognak önöknek műsort adni. A népi advent az mindig egy nagy ünnep, és most különösen is az, hiszen az elmúlt két évben nem tudtunk műsort adni az ismert körülmények miatt. Viszont ezt a karácsonyi ünnepkört a leginkább a hagyományainkon keresztül tudjuk közelengedni magunkhoz, és ezt meg is fogják önök hallani ma este, hiszen itt a karácsonyi történet összes szereplője megjelenik majd a színpadon, dalos-táncos formában, megnyílik a mennyország, és meglátjuk a kis Jézust, Máriát, Józsefet, az angyalokat és a pásztorokat, és mindezt úgy, hogy érezzük, hogy ez mind a miénk, az egész magyar népé, és itt Biatorbágyé is. Jó szórakozást kívánok a ma estéhez, és el is kezdjük az ünnepi műsort, aminek első műsorszáma, Mikor Szűz Mária földön járt, egy énekes duót fogunk hallani, Bojki Sára tanárnő növendékeit, Vácz Breyer Aport. Aki a búvának poharát üríti,
adjon az Úristen boldog jövőt nékünk. Minden tiszteletem ezeki a csöpök, akik ilyen hosszú szövegeket meg tudnak jegyezni, és még majd fogjuk is hallani, hogy még ennél is hosszabbak. Következik egy mezőföldi betelmes, amit a tőmagcsoport fog előadni, akiknek tanára Sankor Sőr és Haraszti József. És ezért nekünk művészünk is, szerintem sokan ismerik. Ezt a 365 mázsás bátorbotomot, olyan szíjat hasítok a hátatokból, hogy még bocskorfűzőnek se lesz jó! Most te! Eresz, öreg! Hány óra van, öreg? 3:45-re, megyünk a felügre! Pajtás angyal szól, dehogy csak a kakasok kukorékolnak. Mit álmodtál, drága pajtás? Hát én azt álmodtam, hogy a házigazda egy akkora kolbászt akasztott a nyakamba, hogy az egyik végét a Biai polgármester rágta, a másik végét a Torbágyi polgármester rágta. Hát de fiam, mit álmodtál? Hát én álmomban egy akkora szúnyogot láttam, hogy egyik láb a Biai templom tornyánál, a másik láb a Torbágyi templom tornyánál, s úgy itta a füzes patakból a vizet. Hát te öreg, mit álmodtál? Én, hogy mit álmodtam? Azt álmodtam, hogy megszületett a Jézuska. Betlehembe! Én már megyek is! No hát akkor keljünk fel, Betlehembe menjünk el! Bye.
atyának felajánlok. Jézuskám, Jézuskám, édes kicsi Jézuskám, én vagyok a pásztoroknak a legszegényebb pásztora. Én olyan szegény vagyok, mint a biai templom egere. Négy gyereket tartok, de azok közül is hármat Jézuskának felajánlok. Jézuskám, Jézuskám, én vagyok a pásztorok legöregebbi pásztora. Olyan öregek vagyok, mint az iharosi erdő legvénebb tölgyfája. Valamikor ebbe a tarisznyába bizony aranytal lélok pickándoztak, de most csak ezt az egy lyukastal lélt találtam, Jézuskának ezt is felajánlom. Gyermekeim, ha már megszületett a Jézuska, táncoljatok egyet örömötökbe! Karácsony estéjén puszta kamarási kántát fogunk hallani,
Bene Jankától, Kőrösi Tóth Emesétől és Marincsák Anna Lellétől. Karácsony estén elindult Mária, betért egy gazdag kovácshoz, szállást kéregetni. Jó estét, bölcs kovács, adjál nékünk szállást, szállást néktek nem adhatok, mert sok vendégem van. Volt annak a bölcs kovácsnak egy szép akreánya, elvezette szűz anyánkat barmok jászoljához. 12 órakor megszületett Jézus, 12 szép őrző angyal köti a bokrétát, 12 szép őrző angyal őrzi a Jézuskát. Ébredj, gazda, ébredj, eljel es éjszaka, nézd meg, mi van kapud előtt, egy aranyám a fa, madarak rendesik, angyalok hirdetik, megszületett Isten fia, a világ megváltója. Jó reggelt, bölcs kovács, miért nem adtál szállást, miért nem adtál szűz anyáknak ennyi erre szállást? Ha én tudtam volna, hogy te vagy Mária, aranyból, ezüstből szállást adtam volna. Én pedig a hideg földre lefeküdtem volna. Nem nehéz kitalálni, hogy most egy citera zenekar fog következni, akiknek tanára az öreg pásztor, aki nem más, mint szeretett Attila bácsink, Kőlő Attila, aki mindenre kapható, és Jolly Jokere, és a szíve lelke a P-maminak. Most pedig a kisebbek, a kisebb csoport citera zenekar fellépése következik, a Kiskukac citera zenekar, akik Betlehem-Betlehem kezdettel három karácsonyi dalt fognak előadni. A karácsony napja nyárra esett volna, művebegő nyelvünk meg se fagyott volna. Kicsigék vagyunk, szólami se tudunk, mégis a Jézusnak dicséretet mondunk. Oh,
kívánok. Ismét egy dúó következik, egy testvérpár fog nekünk énekelni az orgona síp két széléről. Váci Luca és Váci Lizett peregi karácsonyi énekeket ad elő. Vágytelki verbunkot fogunk most látni, amit a Barackmag csoport fiúkara ad elő.
a színpadon van Csapódi Tádé és zenekara. Kérünk szépen nekik egy nagy tapsot. A fiúk tanára pedig Haraszti József. Nem csak a focipályán lehet megmutatni, hogy ki a legény a gáton, hanem itt a magyar néptánc az aztán igazán alkalmas rá, hogy férfiasságot tanuljanak ezek a gyerekek. Most pedig egy szép énekszólót fogunk hallani Váci Lizettől, aki az előbb a kishúgával énekelt, most pedig adventi énekperegről Megjövendőlve volt régen címmel. Megjövendőlve volt régen, föl is csöndük lőtt az égen, hogy születik egy szűztő, fogan a szent lélektől. Az úr anyja,
kátya. Őröktől elválaszta az ő egyetlen fiának, a világ megváltójának, kivel azt tudta anyjának. Az ige már megtestesült, akit Mária szüzen szült, akit várt egész világ, és az egész mennyország. Előző műsorszámban benézhettünk a mennyországba, megnyílt nekünk, és most pedig meglátjuk azt, hogy aranyozódnak az angyaloknak a szárnyai. Aranyszárnyú angyal címmel három francia karácsonyi dalt fog előadni a Zengődeszka Citera zenekar, Kőlő Attila tanítványai, akik nemrég az egyeken megrendezett Fülemüle Fórumon kiemelt nívódíjat kaptak. Thank you.
Folytatódnak az angyali műsorszámok. Az Angyalok vigadoznak címmel moldvai karácsonyi énekeket fogunk hallani, Debreceni Bernadett, Sági Lili és Tölgyesi Abigail előadásában. Születésén Jézusnak az angyalok vigadnak, és kedvel énekelnek, dicsősége egy Istennek. A szűz Jézus fogadá, szent szüleje világra, és szűzön megmarad, és szűzön megmarad. Szent angyal mennyből hirdet, pásztoroknak örömet, mely illet minden népet, hogy megváltom születet. Áldjad, üdvözítődet, becsüljed kegyelmedet, Szent Áramnak éltedet, ki úgy kedvel tégedet. Örvendezzünk Betlehembe mennyi ajándékokval, Isten ló. Ismét a színpadon vannak a muzsikus legények, tehát ebből is tudhatjuk, hogy egy táncos műsorszám fog most következni, ami Juhász Sándor koreográfiája, és amivel a Tökmak csoport az előző Méta Fesztiválon második díjat nyert. A koreográfia címa pedig Kánai Menyegző, Üveges tánc és Bodrogközi rabvágás. Az igaz Messiás már eljött, sokféle csodákat
ölelve. Bár a csúdaskár, hoztak, betörtek, loptak, raboltak. Büntetésüket megkapják, nyolc év büntetésre húzzák. Van a városban egy néni, ki a jószágot szereti? Volt már neki birka? Kecske. Nyúlról már nem is beszélve. Egyik a jószágot minden lopta, másik a viaduktot felroppantotta. Felroppantotta! Sok szép hölgy a hivatalban, egyik köztük Johanna, ő vele is mit tesznek, mit nem szavazott nektek. Kellett volna... Kocsmára! Na meg a sok szép lányra, hogy rajta bosszút álljatok, kis kertjét megrongáltátok. Büntetés! Nekem az a véleményem, itt élni kell, kőkeményen. Kegyelmet árva a fejüknek! Kegyelmet árva a fejüknek! Kegyelmet árva a fejüknek! Kegyelmet árva a fejüknek! Igen! Hát borunk már van, mert sikerült a vizet borrá változtatni, biztos látták, hogy még az is megtörtént, az a varázslat is itt a színpadon, ebben a csodálatos koreográfiában. Most pedig újra elcsendesedünk, hiszen nyitva láthatjuk a mennyország kapuját. Erről énekel Puskás Petra és tanára Bojki Sára, egy magyar-szováti karácsonyi összeállítást hallunk. Én feküdtem szép piros hajnával,
Én feküdtem szép piros hajnalban, megmosdottam bűnös álmaimtól, megmosdottam bűnös álmaimtól. Föltekintek a csillagos égre, föltekintek a csillagos égre. Nyitva látom mennyeknek kapuját, nyitva látom mennyország kapuját. Paradicsom szegeletben, aranyszűnyegre terítve, rengő bölcsőre átéve, rengő bölcsőre átéve. Abban fekszik az Úr Jézus, abban fekszik az Úr. Édesanyja eringatja, édesanyja elrengeti. A babát elbe beteti, a babát elbe beteti. Beli buba, beli, beli, beli buba, beli, beli. Édesanyja eringassa, édesanyja eringassa. Szépen álmodozni hagyja, szépen álmodozni hagyja. Álmodj szépet, álmodj jót, aranydiót, mogyorót. Jobb kell a karácsonyi ünnepkörhöz tartozó János napi köszöntőt fogunk hallani. Van itt János? Hát minden János érezze magát felköszöntve a kislányok által, akik Bene Janka, Debreceni Bernadett, Kőrösi Tótemese, Sági Lili, Marincsák Anna Lelle és Tölgyesi Abigél. Tanáruk Bojki Sára. Elérünk imáron Szent János napjára, az Istentől kirendelt szép neve napjára. Kedves bácsim János, minden napjaimban a mennyei atya karjain hordozza. A sok számú csillag, mint magát rázsálja, az égből a harmat, mint magára szálljon. Megjöttünk mi jó esbe, jó János köszöntésébe, János légy egészségbe, köszöntünk reménységbe. Gyere János, menjünk el, menjünk el, Magyarországot nyerjük el, ha elnyerjük, éljünk benne az örök dicsőségben. A mennyország piacán, piacán, ott szedik az ígolyát, abból kötnek bókrétát, Szent Jánosnak koronát. Gyökér adja fáját, fája adja állát, ár adja bimbaját, bimbó adja virágát, virág adja almáját. Köszöntjük a boldogságos Szűz Máriát. Láttam a rózsákat nyáron virágozni, a liliomokat füvek közt nyilani, kertekben, mezőkben csak gyöngyöket kötni. Úgy kívánjuk őket megörvendeztetni, hogy ne ártson neki semmi sanyarúság, szívét el ne fogja a búság szomorúság.
egész teljes életében keresem igazság, halta után pedig az örök boldogság. Kedves János bátyám, magam is azt mondom, értesse az Isten sok jó egészségben, mint egy szép virágod a virágos kis kertben. Virágozzá János a szentek seregében, hogyha egyik napja szomorúabb, legyen a másik, mert százszor vígabb. Isten értelse és őt vezérelje minden lépésében. Az Isten áldása szálljon rája, áldásával teljék meg a háza. János vidám, légy örökké, boldog, légy szomorú, sose légy. Kedves közönségünk, és akkor most ennek a nagyon szép estének a legünnepi pillanatához érkeztünk. Mert ahogy bizonyára már önök is hallottak róla, vagy olvastak róla, fantasztikus megtiszteltetés érte az iskolánkat, azáltal, hogy egy csodálatos csoport nőtt föl itt köztünk, Strakkorsinak a keze alatt a barackvirág virágzott ki, akikről már Korbuly Klári címzetes igazgatóasszony is megmondta, hogy Biatorbágy legszebb virágai. Az történt, hogy december 9-én Pest megye napján, ahol ilyen nagyon szép kitüntetéseket adtak át, a Barackvirág csoport Pest megye népművészetéért díjat kapott. Kérem szépen, hogy egy hatalmas tapssal jutalmazzuk. Van a díj, ami nem egy év munkájáért kapott ez a csoport, hiszen sokan közülük már első osztályos, valóban tök mag koruk óta járnak hozzánk, és most már gimnazisták, sőt egyetemisták is vannak közöttük. Most, akik itt megjelennek majd a színpadon, nem a teljes csoport, mert vannak, akik kollégisták közülük, és vannak, akik más településen is élnek, de még, ha tehetik, ők is visszajárnak. Szeretném azonban, hogy név szerint megismerjük azokat a gyerekeket, fiatalokat, akik ma este itt fognak táncolni. Úgyhogy szeretném a színpadra szólítani Szabó Blankát. Ágoston Erzsit. Hunyadi Julit és Hunyadi Zsófit. És Kercsó Sárát. És mivel a tánc ez egy páros műfaj, természetesen a fiúk is itt vannak, Cserei Hunor, Zsáki Dani, Pénzes Bálint, Balázs, bocsánat, Bálint az a tesója, Pénzes Balázs, bocsánat, és Mosolygó Miki. Ők tehát az a csodálatos csoport, akik, amikor az Orsinak a minősítése volt, és az ország másik feléből jött egy szakértő, egy kollega, aki akkor látta őket először, azt mondta utána, hogy Orsi, ezek a gyerekek tűzön vizen át mennek utánad. És ez valóban így van, hiszen a Covid időszak után, és azok után, amikor annyira nehéz volt újra kezdeni és újra fölvenni a fonalat, ők akkor is jöttek, és akkor is jöttek, amikor 2015-ben vagy 2016-ban a felszállott a pávának a középdöntőjéig röpültek, szintén Orsinak az irányításával. (Kül)
Nagyon büszkék vagyunk rátok, nagyon szépen köszönjük nektek ezeket az éveket és a kitartást, azt, hogy hányszor gyönyörködhettünk az előadásotokban ezen a színpadon, kín a nagy színpadon, az Angyalfia vásáron, a városünnepen, számtalan versenyeredménnyel gazdagítottátok az iskolát, és valóban az történt, hogy fölírtátok Viatorbágyot a néptánc térképre, a folklór térképre. Köszönjük szépen a mindannyiótok munkáját. Strakkorsinak külön nagyon szeretnék egy külön nagy tapsot kérni. Ők most csak az éppen ma este fellépők, ennél még sokkal többen voltak az elmúlt tizen, már ti több mint 10 éve táncoltok, 12. éve. Sokkal többen voltunk még, nekik is mindannyiuknak az érdemük, és természetesen a férfi kollégáimnak meg, hát legalább ugyanannyira, mint nekem. Juhász Sanyinak, aki először kezdte őket tanítani, és a kezdő lökést ő adta nekik. Ő utána jött Nagy József, aztán Bolgovics Gergő, aztán Kovács Gábor volt az, aki a legtovább kitartott mellettünk, 6 éven át volt itt, és most pedig Haraszti Józseffel tanítom őket éppen. Ő nekik legalább ugyanakkor a köszönet jár, és természetesen az Eszternek és az iskolának, akik mindvégig mindenben támogatnak, és a szülőknek. És igazából most már ez a következő generációnak is szól, hiszen amikor megkérdeztem, hogy miért pont mi kapjuk a díjat, akkor azt válaszolták, hogy hát ezért, azért, amazért, és hát az egri csillagokért. De hát az egri csillagokat ők kezdték, de már itt ülnek, akik folytatják, és én már tudom, hogy kik lesznek a következők, akik ott jelentkezik, aki már tudja, hogy ő fogja átvenni januártól. Tehát a 3. generációban nyomjuk már, bocsánatok, hirtelen számra jött kifejezésre az egri csillagokat is, illetve a Nemzeti Színház több darabjában vesznek részt, és azért ott ez nagyon nagy publicitást nyert az, hogy mi mit csinálunk. De hát aki a Nemzeti Színházban látja őket, az is tudja, hogy Biatorbágyi gyerekek. Úgyhogy nagyon-nagyon köszönöm nektek, hogy vagytok. Köszönöm szépen. És akkor most megláthatjuk, hogy miért is adják ezeket a szép díjakat, hogy az... hadd lássuk meg, hogy hogy is táncol ez a fantasztikus csoport. Bukovinai Silladrit fognak előadni, ami Kaszai Lili és Fundák Kristóf koreográfiája. Kísér pedig Csapodi Tádé és zenekara. Thank you.
Ezzel ünnepi műsorunknak a végére értünk. Azt hiszem, hogy nagyon szép esténk volt. Kívánom, hogy így folytatódjék. Isten velünk, viszontlátásra!